Ő Zsömi, akinek néhány hete még veszélyben forgott az élete, mert zavarta az egyik Tolna megyei falu lakóit. Ma már boldogan szaladgál az amúgy nagyon barátságos és szeretetéhes kutya. 1931 óta ünnepeljük Assisi Szent Ferenc tiszteletére október 4-én az állatok világnapját. A szerzetes már a 13. században azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Zsömit német Ágnes önkéntes állatvédő vette ideiglenesen magához, amíg szerető gazdákra nem talál. Ágnes azt mondja, egyre többen fogadnak örökben menhelyről állatokat, de ennek ellenére még mindig nagyon rossz Magyarországon a helyzet. Mindenki felelősen döntsön arról, hogy mikor fogad magához állatot. Mert ha, ha már az meg fogalmazódik benne, hogy hát van ez, meg az, meg ez miatt időhiány, vagy, vagy bármi pénzhiány, akkor ne addig ne fogadjon magához állatot, amíg nem tudja biztosítani neki azt, hogy teljesen olyan körbe élhet, mint egy családtag. Az állatvédő azt is hozzátette, hogy az egyik legfontosabb lépés az állatok ivartalanítása lenne, hogy ne születhessenek nem kívánt kölykök, akik aztán később az utcára kerülnek. Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és az állatok közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság is nagy hangsúlyt fektet ennek hirdetésére. Több előadást is tartottak már a témával kapcsolatban megyeszerte, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Az óvodásoknál nagyon fontos, hogy az alapvető szükségletekkel legyenek tisztában, hogy egy állat mit igényel enni, inni, adni neki és megfelelően tartani, míg a felnőtt lakosságnál egyenesen a jogi következményekre is kitérünk arra, hogy bizonyos jogellenes cselekvések milyen következményekkel járhatnak. A bűnmegelőzési alosztály vezetője hozzátette, a rendőrség célja az, hogy alakítsa a lakosság állattartással kapcsolatos gondolkodását, és hogy csökkentsék a négylábúakat érintő bűncselekményeket. Az Állatok Világnapja alkalmából egy nyereményjátékot hirdettek közösségi oldalukon, egy frappáns állatvédelmi szlogennel, és egy a házi kedvencről készült fotóval lehetett indulni. A három legjobb kép és szlogen beküldője értékes bűnmegelőzési ajándékcsomagot kapott.